A bizottságban elhangzott tájékoztató szerint a nemzeti tanácsok javaslatai nyomán a vajdasági egyetemi karok igyekeznek eleget tenni a felhívásoknak, és megszervezik a nálunk hivatalosnak számító kisebbségi nyelveken történő egyetemi felvételezést. Arról van szó, hogy a tartományi határozatot össze kell hangolni a felsőoktatásról szóló törvénnyel, és megtörtént egy terminológiai értelembe vett összehangolás, és nagyon pici változások vannak. Tehát ami az ombudsman intézményét érdekli, az, hogy a kisebbségeknek joguk legyen fölvételezni az anyanyelvükön, ez a jog megmaradt. Tehát ez a jog nem csorbult, csak mondom, lényegében terminológiai összehangolásról van szó. A vajdasági egyetemi karokon 544 magyar diák tanul. A 2012-2013-as tanévben 269-en iratkoztak be az első évre, közülük 212-en magyar nyelven felvételiztek. Lepota Vojvodine i posebnost Vojvodine u tome što neguje identitet svih nacionalnih zajednica i što pokušavamo i kroz njihovo školovanje da očuvamo taj identitet i dalje i da to bogatstvo bude primer za čitavu Evropsku uniju. I mislim da je Vojvodina uvek bila ispred po tome i da je ona koja treba i da nas uvede na vrata Evropske unije. A középiskolát elvégző diákok 80%-ának van lehetősége az egyetemi tanulmányok folytatására. Tény viszont, hogy több egyetemi karon túlképzés folyik, és a felsőoktatási végzettségű szakemberek munkanélkül maradnak. A valós állapotokat és a helyzetet a tartományi kormány, illetve titkársága folyamatosan tanulmányozza, vitafórumokat szervez, és természetesen a fiatalok véleményét is kikérve igyekszik a kérdésre megoldást találni. Vlada autonomne pokrajine Vojvodine i Skupština autonomne pokrajine Vojvodine kao osnivač državnog univerziteta, odnosno univerziteta u Novom Sadu i devet visokih strukovnih škola na teritoriji Vojvodine je sugerisala, a Senat univerziteta je doneo svoj zaključak kojim će se u narednoj školskoj godini obezbediti povećanje kvota za 20% za ona zanimanja koja su perspektivna i koja se traže u ovom trenutku, to su zanimanja iz IT sektora i zaštite životne sredine. U tom smislu će na fakultetima koji obrazuju ove kadrove biti povećane upisne kvote za te module, a s druge strane na osnovu liste najmanje perspektivnih zanimanja i one koje su u ovom trenutku zaista možda popularne, ali ne aktuelne, upisne kvote će biti smanjene za 5-10%. Elhangzottak olyan vélemények és kezdeményezések is, hogy az állami szektorban csak azok az egyetemen végzett káderek juthatnak álláshoz, akik nem magán, hanem állami egyetemeken szereztek oklevelet. Hogy a kezdeményezésből döntés legyen, további egyeztetésre és elemzésekre lesz szükség, állítják a tanügyi szakemberek.